Őseinkről, hőseinkről, ősi szavaink segítségével. Ez a mottója a harmadik osztályosok évről évre megrendezett Monda és Regemondó versenyének, ami hagyományaink őrzését, regéink, mondáink megtartását, visszaszerzését, mesélését hivatott szolgálni, úgy, hogy anyanyelvünk ősi szavai újra elfoglalhassák tudatunkban az őket megillető helyet. Bizony, Erdély népe ábrándjai közé tartozik a rege. Erről beszélgetünk Szatmári Zsuzsa tanítónővel, aki egy kis regemondót is hozott magával. Szeretettel köszöntjük mindkettőjüket, és megkérünk szépen, hogy mutatkozz be, mert hallottad, mi csak kis regemondóként mutattunk be téged. Nagy Izabella vagyok. Hányadikos vagy? Ezt kitalálhatnánk, ha a harmadikos regemondón indultál, ugye? És melyik iskolába jársz? Nikolai Bölcsészkú általános iskola. Rendben van. Én akkor felolvasnék egy kis részletet. A magyar népmesék folytatása regékben történik, a történelmünk megalapozásával, hogy a jövő nemzedéke jól legyen tarisznyálva. És akkor ehhez kapcsolódna a kérdésem, hogy miért fontos a történetekben megelevenedő múlt élő megszólaltatása? És akkor kérdezném a tanítónőt is, ugyebár akkor erről a kérdésről. Igen, tehát természetesen a harmadik osztály az, amikor a legjobban befogadók a gyerekek ebben a témában akár, tehát hogy a történelem, egy picit átlépünk a mesén, és a történelmet ízelítjük. Úgy is szoktuk ezt fogalmazni olyan konyhább nyelven, hogy konyhai nyelven, hogy egy picit mese és egy picit valóság a mondák világa. Nagyon érdekli őket ebben a korszakban. Már átléptünk egy picit a mese világán, hisz második osztály, első osztály a kiskorúaknak ez az igazi énjük, viszont nem annyira, hogy ez teljesen elhagyható legyen. És éppen ezért, tehát szerintem ez a korosztály, amikor mint egy kis szivacs szívják úgy a valóságot, mint a mesét is, vagy mesébe burkolt valóságot tulajdonképpen. Nagyon érdeklik őket az őseinknek a hagyatékai, vagy akár az életmódjuk, hisz minden, ami ezzel kapcsolatos. És hát a monda, a rege az nyitott könyv ilyen szempontból, hisz teljesen ezt tálalja, nagyon csodás nyelven, ízelítőt ad bármelyik tájnak, vagy bármelyik hősünknek akár, vagy tájegységnek, vagy földrajzi helységeknek akár az eredetét. Megszólaltatni viszont fontos természetesen, hogy ezt ne csak olvasva, hanem mondva, átélve, ízelítőként is, de hogy átélve tulajdonképpen a mondás által érzékelhessék. A kis vendégünket kérdezném, nem feltétlenül megerősítésként, hogy a tanítónéni igazat mondott, te hisz tudjuk, hogy igazat mondott. Sokkal inkább arról kérdeznélek, hogy már a népmeséket is szeretted, mert feltételezem a regéket, igen. Igen, nagyon szerettem, mert kedvenc mese, ami eszedbe jut esetleg, vagy történetek, amik sokkal inkább megmaradtak benned, vannak-e? Nagyon sok van. Nagyon sok van. Ki tudnál esetleg egyet emelni, ami nagyon kedvenc, ami közel áll a szívedhez? Hát olyan van. A tanítónéni bólogan. Tehát azt jelenti, hogy sok van, semmi gond, hisz a mese csak az bemelegítő lett volna, sokkal inkább a regék, hisz már most több történelmi mondát, meg regét is ismertek már a harmadik osztály második fél évében, így ugye? Van. Zárójelegesen, tehát azért mondtam, persze, hogy sok van, hisz mesevetélkedőn is vettünk részt, és ezért mondtam, hogy biztosan van olyan kedvenc. És ott is indultál? Igen. Tehát ezek szerint az előadni, élő szóval átadni, ez neked lételemed lett már 9 éves korodra? Hát, mondhatni. Tanítónéni fedezte fel, hogy szépen mondasz mesét, regéket? Vagy te magadtól álltál otthon a tükör előtt, vagy anyának, apának mondogatta, és azt mondták, hogy hű, ebből a gyerekből színész vagy regemondó lesz. Hát már óvodás koromban is az óvónéni mondta, hogy mindig
nagyon sok szerepet kaptam, és otthon is nagyon sokat szerepeltem. Így a miért is gondoltam, hogy csak iskoláskorban látod? Már óvodáskorban kiszűrik, hogy a sok szerep bizony. És van álom, hogy mi szeretnél lenni, hogy álmodsz el arról, hogy amikor felnősz, akkor hol fogsz dolgozni esetleg? Színészi pálya nem izgat? Hát gondoltál izgat. Arra esetleg, hogy színpadon Rivaldo előtt esetleg ott... Igen. Igen? Szoktál-e izgulni, amikor kiállsz a színpadra, és mint most a Regemondón is? Nagyon sokan voltak. Hát van, amikor. Van, amikor izgulsz. És hogy küzdöd ezt le? Van egy technika esetleg, ahogyan... A színész kérdezi tőle, tudod? Hát, hogy egyszer csak, hogy elkezdem mondani a mondát, és... Megszűnik minden más. Igen. Igen. Fantasztikus, ez egy jó képesség. Nem mindenkivel így van, csak a profikkal és a kivételezettekkel. Én a tanítónénit. Igen, igen, a tanítónénit szeretném megkérdezni, hogy mit alapoz meg valójában a monda, hiszen gondolom, hogy a személyiségnek több részét is képezi. Tehát azáltal ugye megtanulják, olvassák is, tehát több készséget fejleszt is, és nem beszélve arról, hogy bár hogy előadják, tehát hogy egy előadási mód is. Mi az, amire esetleg nagyobb hangsúlyt kell fektetni, vagy hogyan lehet megközelíteni akár ezt a műfajt? Hát, ezen annyira én sem gondolkoztam. Tulajdonképpen ez jön. Én szerintem hozzuk magunkkal, őseinkkel ugyanúgy, mert hogy ha átélik a gyerekek maga a történetet, vagy megértik ennek a történetnek a lényegét, vagy éppen annak a mondának a lényegét, akkor ez szinte a zsigereikben van. Hát jó, egy kis előadásmód az besegít, de hogy nem feltétlenül csak egy gyerek élheti ezt át, vagy bizonyos gyerekek, mert úgy általában a többiek is átélik. Szerintem a történet hozza akár az őseink varázsa, mondhatnám azt is, hisz olyan dolgokkal ismerkednek meg a mondák során, amit... addig nem feltétlenül, mert hogy a mesevilág azért picit más. Eleve a fiúkat például, de is nem csak, mert a lányok is nagyon érdekeltek, Attila kardja, vagy éppen Szent Lászlónak a pénze, vagy a füve, hogy ez mind felvillanyozza őket, vagy hogyan keletkezett egy hegy. Tehát azért mondtam az előzőleg is, hogy ez az a korosztály, amelyik nyitott teljesen tulajdonképpen a környezet és a múlt befogadására. Szerintem a felkészítő ez... tanárnak viszont tisztában kell lennie az olyan követelményekkel, amelyeket a Regemondó is meghatároz, hogy a tiszta forrás, a szép helyes beszéd, az előadásmód, a levegővel való gazdálkodás, vagy a mesélés időtartalma, ugye a 3 percet nem haladhatja meg, és az öltözet, ugye, hogy erősítheti a hatást. Tehát ezek mind meghatározottak, akár a Regemondó esetében is, amit feltételezem a felkészítő tanítók tudnak, és ez alapján. Például a te mondádat kiválasztotta te magad, vagy tanítónéni sugalta, hogy ez lenne a mind megfelelő. Mind a ketten? Közös munka volt. Közös munka volt. Igen. Több mondából választottunk, több volt a palettán, és igazából ami neki tetszett a legjobban. És hát több lépcsőn is átmentél, hisz az osztályszint, iskolai szintű, tehát hogy amíg eljutnak az országosig, bizony. És ez nem kicsi dolog, úgyhogy gratulálunk neked. Igen, igen, és nagyon-nagyon kíváncsi, nagyon várjuk, de azért még beszélgetünk egy kicsit, amielőtt meghallgatnánk aztán... a mondádat. Én még arra lennék kíváncsi, hogy a felkészülés az miből áll. Ugye elhangzottak ezek a kritériumok, de azért gondolom, hogy elég sok energiát, munkát kell ebbe belefektetni. Hogy mik azok azért mégis a szempontok, vagy miből áll valójában a felkészülés? Vagy minden magyar órán és
nyelv órán tulajdonképpen egy tanító a szempontokat érleli a gyerekekben, hát igen, kiben igen. többé, kiben kevésbé. Tehát kezdve a szövegválasztástól egészen addig, ameddig tényleg a diák kiáll, és képes lesz elmondani vagy ezt a regélyt. Szabjuk szemére, hogy mi volt. Igen, pontosan. Hát akár, természetesen rengeteg mondát tanultunk már addig is. Hát természetesen megvan az osztályválogató. Iskola szinten annyira nem kellett megmérettesse magát, hisz egyedüli harmadik osztály vagyunk, és ez kimondottan csak a harmadikosoknak szól. Egyébként a szervezőknek is ez a véleménye, hogy tényleg, tehát amint mondottam, hogy ez az a korosztály, tehát tényleg őket szólítja leginkább meg, hisz ha talán nagyobbaknak már nem hozza azt az ízes eredetiséget talán, vagy talán nem élik annyira át a nagyobbi korosztály. Aztán volt a megyei szakasz, ami Nyeracsejében volt megszervezve, nagyon csodás élmény volt, hisz egy ilyen élő hagyaték tárgya bemutatóval, szinte múzeumot hoztak, vagy próbálták megszervezni nagyon ügyesen a szervezők, hisz a népi ruházattól a fonóig, vagy akár a milyen tépés volt? Tollú tépés, meg hogy nagyon sok ilyen érdekességet mutattak be a gyerekeknek. Tehát a hagyomány ápolása, továbbvitele minden oldalról. Így van, és akkor persze a megmérettetésben három gyerek volt kiválasztva Maros megyéből, és ami dicséretes, hogy egy picit előbbre lépjek, hogy tényleg méltányosan és ügyesen válogattak akár a zsűri is, hisz ez az országos vetélkedőre kerülő három Maros megyei gyerek, köztük Bella, ugyanúgy dicséretet hozott az országos megmérettetésen. Talán mi voltunk az egyedül ilyen csapat, ahol mind a három gyerekünk dicséretben részesült. Én valahol azért olvastam valamelyik kiírásban, így van, hogy 13 megyéből gyűjtik össze a gyerekeket? Hát Erdélynek az összes magyar lakta megyéből most ezen a vetélkedőn részt vett képviselő. Magamnak, megengedi, nem várom el, hogy fejből felsorolja, én kiírtam. Arad, Bákó, Bihar, Beszterce, Brassó, Fehér, Hargita, Hunyad, Kovászna, Kolozs, Maros, Szatmár és Szilágy megyéből. Tehát, hogy rengetegen, így van. Talán azt is ugye említették, hogy a szervezők, ugye elcsíptem, hogy Bukarest nem jelentkezett, habár szokott, tehát ott is, mint szorványként azért szoktak jelen lenni a vetélkedőn. Ez a 9. országos vetélkedő volt, így ennek is úgymond hagyománya van már. És a bírálóbizottság tagjai esetleg? Kik azok, kik voltak a zsűri székében? Ahogy értettem, hisz én személy szerint kisvetélkedővel most vettem részt először, az előző generációmmal vagy tagozataimmal nem voltam jelen, mindig oszlopos tagja a, tulajdonképpen a vetélkedő, vagy akár ennek a hagyománynak az ápolása a Bárdos Ili tanítónéni. Marosvásárhelyen biztos sokan ismerik, tulajdonképpen ő volt ennek az egész szervezésnek, tehát jó néhány évvel ezelőtt a megálmodója, és ő általában tanítónői közösséget szokta megszervezni, így van, tehát ők azok, akik már évek óta viszik ezt a zászlót tovább, ami nem egy kis feladat. A zsűriben Vásárhelyről tanár kollega is részt vett, talán Makkai kollega, nem tudom pontosan, igen. És még más megyék képviselői, tehát úgy szokták ezt összeállítani, hogy minden megye képviselő, vagy legalábbis több megye képviselőket ne legyen. Tanítók, tanárok, közössége, ilyen. Ott van egy kis könyv, ami nekem még nagyon-nagyon megtetszett, még az adás előtt láttam. Megnézzük. Képzeld el, hogy a gyerekek ajándékba kapják, szól a rege ősi módra. És benne van az összes, az országos regemondón elhangzó összes munda és rege, és nézd és meg, természetesen milyen a képekkel, és mutasd meg kérlek a kamerának is, hogy a kis regemondónak, vagy mondónak az arc, tehát a fotója is tulajdonképpen neve, egészen osztálya. Igen, és igen. Itt a borítón is hát látható az összes mesemondó. Hihetetlen nívós, színvonalas minden szempontból.
Hát én azt mondom, hogy mivel az üzenet szeretettel című műsorban vagyunk, hogy esetleg lenne egy üzenet, amit megfogalmaznának, vagy megfogalmaznának. Felajánljuk a lehetőséget, van, hogy üzenjenek családtagoknak, barátoknak, mindketten, külön-külön, akinek szeretnének. Hát én szerintem a legmegérdemeltebb ennek az üzenetnek tehát az üzenet, akinek szólhat, a közösség, aki ezt minden évben megszervezi, tehát a Dacia általános iskola munkaközössége, akik már picit, tehát tulajdonképpen ők indították el, vagy ők voltak ezeknek az elindítói, de ma már elég sok iskolába szétszóródott a közösség, több iskolában is vásárhelyen, tehát szóljon nekik az üzenet, akár a mondaként, hogy tovább legyen erejük, hogy vihessék ezt a zászlót oszloposan tovább, akár segítséggel és több segítséggel, mint eddig. És te kinek szeretnél, Izabella, üzenni? Kihasználtad a lehetőséget most rajtad a szülőknek, világ szemek, családnak, és mit kívánsz a családnak? Küldöd az összes dalt az műsorból, és nem utolsó sorban azt a regét, amit majd most fogsz előadni. Ez így jó? Igen. Rendben van. Nagyon köszönjük, hogy eljöttek. Köszönjük szépen. Mindkettőjüknek, téged pedig megkérünk, hogy készüljél, és mondd el nekünk is a csodás regédet. Mi is köszönjük a lehetőséget. Állod fel. Tatár hídja. Rika erdejében is sokat tanyáztak a tatárok. Mindegyre meglátogatták a szegény vargyasi népet, mert vargyas volt legközelebb Rika erdejéhez. A vargyasiak rendszerint az almási barlangba húzódtak meg. Egyszer egy Marcell Gergely nevű azt mondta a népnek, én már meguntam az örökös bujdokolást, egy életem, egy halálom, többet a faluból, ki nem mozdulok. A vargyasiak felbuzdultak Marcell beszédén, s egy szívvel lélekkel elhatározták, hogy többet nem menekülnek, bevárják a tatárokat a faluba. Hiszen alig határozták ezt el, már jött is a hír, hogy közelednek a tatárok. Nosza talpált az egész falu népe, férfiak, asszonyok, kapával, kaszával, vasillával, fejszével, kinek amilyen volt, úgy várták a tatárokat. Hát csak ugyan jöttek is. Rapsán vezette őket, fekete paripán. De a vargyasiak nem szaladtak meg. Bátran mentek Marcell, Gergely és a felesége után, mert a bátorasszony nem maradt el a férje mellől. Együtt vezették, s együtt lelkesítették a népet. Éppen a falu hídján ütközött össze a két csapat, szörnyű nagy erővel. Rapsánnak kard volt mind a két kezébe, s úgy vágott jobbra-balra, hogy nem tudtak közelébe jutni. Marcell Gergelynek is kard volt a kezébe, de csak egy kard, s nem ölt lóháton, mint Rapsán. Csak nagy nehezen jutott közelébe Rapsánnak, de abban a pillanatban, amikor a kardját Rapsánra emelte, egy tatár keresztül döfte a lándzsájával. Marcell Gergely nem zuhant a földre, mert a felesége összeszedte minden erejét, felfogta estében, aztán ölébe karolta, úgy szaladt vele haza, ott lefektette. De az ura már szólni sem tudott. Hosszan nézte az asszonyt, s a nézésbe benne volt a kérés. Hagyj engem, ne törődj velem, eredj vissza, s bátorítsd a népet. Az asszony sírva csókolta meg az urát, aztán megragadta kardját, kirohant a házból, s messziről kiabált. Rajta, rajta, ne féljetek! Mindjárt jön az uram is! Éppen abban a pillanatban ért a híthoz, amikor Rapsán át akart ugratni a híd innen cső végéhez. Ám a ló megijedt az asszony villogó kardjától, leugrott a hídról. Belefordult a megáradt patakba, s Rapsánnal együtt belefulladt. A hídat, ahol ez történt, tatár hídjának hívja a vargyasi nép, az utcát meg, amelyen a tatárok a faluba jöttek, Rapsán utcájának.